Országszerte jelentősen emelkedett a szakmát tanulni vágyó fiatalok száma. A Miskolci Szakképzési Centrum iskoláiba csaknem 30%-kal többen jelentkeztek tavalyhoz képest. Ez azt jelenti, hogy az idei felvételi időszakban csaknem 5000 diák jelölte be a felvételi során a centrum valamelyik képzését. A legnépszerűbb idén az informatikus képzés volt. Ez pedig nem véletlen a szakemberek szerint, hiszen ez az egyik szakma, amiről az elmúlt egy év során bebizonyosodott, hogy abszolút válságálló. Nyílt napok, szakma és iskola bemutatók, karriertervezés, mindez online. A Miskolci Szakképzési Centrum a világjárvány ellenére sem hagyott fel a képzéseik népszerűsítésével. Amikor berzés diák lettem, és megtudtam, hogy a berzének van egy saját kávézója, először nagyon érdekesnek találtam, de így utóbb visszagondolva ez egy nagyon jó lehetőség a diákok számára, hiszen így a turizmus szakon belül a vendéglátásba is beleláthatunk. Bár a helyzet nem tette lehetővé, hogy a már szakképzésben résztvevő diákok és az iskolák tanárai személyesen találkozzanak a leendő tanulókkal, az internetes kampánynak meglett az eredménye. 4741 tanul jelentkezett a szakképzési centrum különböző feladatellátási helyein a mi iskoláinkban, és ez a tavalyi növekedéshez képest ez egy újabb 28%-os pozitív növekedést jelent. Hogy ebből hányan kezdik meg tanulmányaikat a szakképzésben, egyelőre még nem lehet tudni, hiszen az intézmények nem látják, hogy a tanulók hány iskolába jelentkeztek, és melyik intézményt jelölték meg első helyen. De az, hogy egy ekkora merítésünk van tavalyhoz képest, ez már egy pozitív dolog. És hát bízom benne, hogy minden megkérdezett osztályunkat meg tudjuk majd indítani, kezdeni feltölteni tanulói létszámmal, és hát még egyszer idén ebben a tanévnek a szeptemberében 1572 tanuló volt nálunk 9-es, ezt a létszámot biztos vagyok benne, hogy tartani fogjuk, sőt egy dinamikus növekedés is lehet. A legnépszerűbb szakok listáját idén egyértelműen a koronavírus okozta helyzet is befolyásolta. A diákok főleg azokat a szakmákat részesítették előnyben, amelyek válságállóak. Az látszik, hogy amíg sok területen a járványhelyzet, a munkahelyek időleges elvesztését, vagy részmunkaidős foglalkoztatást okoz az informatikusok körében, inkább munkahelyeket teremtett ez a helyzet. A jelentkezések számán ez egyértelműen látszik. A Kandó Kálmán informatikai technikumban a tavalyi számokhoz képest is 45%-kal többen jelentkeztek. Európában több tízezer informatikus hiányzik, Magyarországon is ugye jelentős a jól képzett informatikusokkal kapcsolatos igény. És az egy nagyon fontos dolog, hogy ugye az elmondható, hogy a Miskolci Szakképzési Centrum által menedzselt 21. századi szakképzőiskolák program legfontosabb eleme, mondhatjuk azt, hogy zászlóshajója, a Kandó Kálmán informatikai technikumnak a megújítása. A kancellár hozzátette, a felújítás, ami hamarosan elindul, több mint 2 milliárd forintból valósul majd meg. Ez pedig Kis Gábor szerint azt jelenti, hogy a Kandó Kálmán Technikum az ország egyik legvonzóbb iskolája lesz.